Magyarországon összesen 3240-en vágtak neki egyszerre az országos kék körnek. Egy időben indult 143 túracsoport az ország különböző pontjain. Tolna megyében Mórágyon volt az egyik indulópont. A Mórágy-Szálka-Grábóc 14 kilométeres szakasz felelőse Gergely László volt, aki több mint 20 éve vezet túrákat, és a teljes magyarországi kékkört kétszer teljesítette már. A Magyar Természetjáró Szövetség hirdette meg az országos kékkör lejárását a kéktúrázás napján. Ezt már tavaly rendezték meg először, de tavaly csak az országos kéktúra útvonalát járták be a túrázók. Idén nagyobb falatra vállalkozott a szövetség, a teljes magyarországi kékkört osztották fel 143 szakaszra, és erre a túrára lehetett jelentkezni. Én magam a 96-os számú túra vezetését vállaltam el, amely Mórágyról indult és Grábócig tartott. A 96-os túra távja rövid volt, rövid közepes, 14 kilométer körülbelül. A terepviszonyok sem voltak túlzottan nehezek. A résztvevők összesen 42 fő. A résztvevők többsége Paksról érkezett, ugyanis meghirdettük a Demeter Egyesületben ezt a túrát, és elég sokan jelentkeztek Paksról, de többségében Tolna megyéből jöttek Szekszárdról, sőt, még mohácsi túrázó is eljött erre a túrára. Ez a Mórágy-Grábóc szakasz nem tartozik az országos kékkör legizgalmasabb szakaszaihoz, de azért Mórágyról tudni lehet, hogy a Mórágyi Rög az egyik nevezetességének a kisfalunak. Szálkán pedig hát a szálkai tó szépsége az azt hiszem, aki már járt ott, az többeket megfoghatott, nem csak horgászokat, hanem természetjáróknak is kedvelt helyszíne. Végül pedig ugye Grábócra érkeztünk meg, ahol egy szerb ortodox templom, ennek a kicsi, szintén kis zsákfalunak a nevezetessége, amelyet megtekintettük, illetve Grábócon nemrégiben néhány éve épült egy kilátó, és én úgy szerveztem a túrát, hogy a végén a kilátóba fölmentünk, és onnan megcsodáltuk azt a panorámát, ami valóban nagyon szép volt, ugyanis nagy szerencsénkre ezen a napon igen szép napsütéses idő volt, és minden túravezető kapott az MTS-től egy GPS jeladót, amelyet köteles volt viselni. A túrát 8 óra 30, tehát fél 9-es indulással indultak a túrák, és ekkor az interneten egy kialakított térkép felületen lehetett követni a 143 kis kék csíkot, amely elindult fél 9-kor, és valamikor délután 4-5 magasságába, addigra már a legnehezebb, leghosszabb túrák is beértek a célba. A 143 kis kék csík összeért, és összeállt az a magyarországi kékkör, amely egyébként 2550 kilométer hosszú. A túravezető a végállomáson a Grábóci kilátóba névre szóló oklevéllel lepte meg a résztvevőket.